Sikabonyban a helyi polgári társulás nevében Simon Ferenc és Fodor Mihály, az önkormányzat nevében pedig Puha György köszöntötte a megjelenteket. Az egyházak ünnepi üzenetét Virág Szilvia református lelkész és Oldjai Csaba katolikus diakónus hozta el, majd a városrész koszorúján meggyújtották az első adventi gyertyát. A polgári társulás Katalin bályának tombola bevételét a kisfiúk szívműtétjére váró Herceg család vehette át, zárásként pedig Kosári Judit énekelt néhány dalt. Elkezdődött a dunaszerdahelyi karácsonyi vásár is, amelyet Gútai László, a Városi Kulturális és Oktatási Szakbizottság elnöke nyitott meg. Hangsúlyozta, hogy az ünnepi gyertyagyújtás a nagy rohanásban is lehetőséget ad az elcsendesedésre. Dunaszerdahely adventi koszorúján Gútai László Bokros Bianka diákpolgármesterrel közösen gyújtotta meg az első gyertyát. A történelmi egyházak képviselői megáldották és felszentelték az adventi koszorút. Virág Szilvia református lelkész szerint az ajándékozás helyett Jézus Krisztus legyen a középpontban. Az is fontos, hogy figyeljünk egymásra. Advent, tudjuk azt, hogy eljövetelt jelent, az Úr eljövetelét. És tulajdonképpen ez az ígéret már beteljesedett az Úr Jézus Krisztusban. Tehát mi már az ő megszületésére emlékezünk, hogy Isten ezt az ígéretet betöltötte és betartotta a számunkra, és minden évben karácsony ennek az ünnepnek a megünnepelése, hogy megszületett a mi megváltunk és szabadítunk. És jó ez az adventi időszak valóban arra, hogy kicsit megálljunk, elcsendesedjünk, hogy lélekben fel tudjunk készülni ennek az üzenetnek a befogadására. Az ünnepi hangulathoz hozzájárulnak a szórakoztató programok és a karácsonyi portéka. A vásár látogatói elsősorban kézműves termékek közül válogathatnak. Ismét itt árul a Kolozsvár mellől érkezett Sükös Zsuzsa. Csupa kézműves dolgai van, szőttesek, varottasak, akkor ilyen írha dolgok, amit ugye saját termelésből származók, úgyhogy a varottasakat én készítem, a riselésbe belesegítenek még mások is, családtagok. Felénk még mindenki készíti a kézi munkát, úgyhogy ott igazából nem lehet értékesíteni, mert mindenki saját magának készíti. A karácsonyi vásár elengedhetetlen velejárója az ünnepi étel és italkínálat. Van kürtös kalács, forralt bor, sült gesztenye és különféle karácsonyi ételeket is meg lehet kóstolni. Akár csak a mákos beigli ugyanúgy hozzátartozik a halászlé is. A paprikás krumpli, én szerintem annyira brutális étel, hogy néha többet ér, mint egy kirántott hús. Itt egész vásárideje alatt nálunk megtalálható a majonézes saláta, krumpli saláta. Ugye ez is egy ilyen karácsonyi hangulatú étel. Rácponty például, amit pontypatkók, meg egyéb halakból készült ételek. A hagyományos vásári ételek mellett megtalálhatóak lesznek még az egyéb ilyen különleges dolgok is. Borjúból főztünk gulyást, csülkös pacarpölköltöt csináltunk, ma éppen lángost is sütöttünk. A karácsonyi vásárban idén is felállították a Betlehemet, a kisállattenyésztők helyi szervezetének köszönhetően pedig hétvégenként állatcsimogató van. Hétközben a város óvodásai és iskolásai adnak műsort, hétvégenként pedig helyi előadók szórakoztatják a közönséget. Az ünnepi gyertyagyújtásra vasárnaponként 17 órakor kerül sor.